Vasárnap van, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez a Kanizsa TV híradója. Fontosabb híreinket már is mutatjuk röviden. Szenzációs szereplés, Molnár Flóra 3 arannyal és 1 bronzzal zárt. A fagy megtizedelte a leendő termést, a gyümölcsösökben jelentős a kár. Kullancsveszély, Zala továbbra is az egyik legfertőzöttebb megye. Most pedig már a részletek és további híreink. Szenzációs szereplés. Molnár Flóra megnyerte az 50 méteres mellúszást is a Debreceni Országos Bajnokságon, amelyet így 3 arany és 1 bronzéremmel zárt. A délzalai vízműese kiválósága ráadásul a surranó pályán, tehát az egyesen húzta be az első helyet. Közben Sós Csaba szövetségi kapitány kihirdette a világbajnokságra készülő válogatott keretet. Eszerint Molnár Flóra védettséget élvezve fő számában 50 gyorson készülhet a budapesti megmérettetésre. Elképesztő pusztítást végzett a gyümölcsösökben az elmúlt néhány fagyos éjszaka. Ezen a 80 hektáros surdi ültetvényen például a medgy több mint 50%-a elfagyott, de a körtét sem kímélte az időjárás. A becslések szerint körülbelül 2000 tonnás termésre számítottak a gazdák, a -2-3 fok azonban megtizedelte a leendő termést. De hogy pontosan mekkora kárt okozott a fagy, azt csak pár nap múlva tudják felmérni. Ez azt jelenti, hogy ugyan pontosan nem lehet megbecsülni, de egy 20-30 rossz esetben 50%-os terméskiesés várható, mert ha megnézzük a fákat, a kötődések azok nagyon jók, tehát nagyon jó termésünk lett volna. Ehhez még hozzájön az, hogy netán még a következő éjszaka is fagyos lesz, akkor még nagyobb lesz a baj. Hiába pármeteztünk éjjel is, pármeteztünk manappal is, nyilván azokat a védekezéseket megtesszük, amit meg lehet, de -3 fok fölött nem sok esélyünk van. Búzát és szőlővesszőt áldott meg ma kora délután Miklósfán Bojtor Róbert esperes plébános. A helyi hívek szerint így jobb lesz az idei termés. Emellett a plébános a Kotnyak István által korábban összeállított szőlőkönyvet is megszentelte. A gazdák azt remélik, hogy az ima és az áldás segít majd abban, hogy jó termést takaríthassanak be. Valóban a szőlő növekedésének a szentgyörgynapi állapota megvan a könyvben rajzolva. Kis tanárbácsi rajzolja meg ezt a vesszőket bele a könyvbe, és ugye át tudjuk nézni, vissza tudunk lapozni, hogy melyik évben milyen állapotban volt a szőlő. Hát sajnos az idén egy kicsit el van maradva a tavalyihoz, de hát majd azért még azért lesz olyan jó idő, hogy az helyre fogja hozni magát. Egyre több helyen jelennek meg a kullancsok. Zala megye évek óta az egyik legfertőzöttebb területnek számít, itt található a legtöbb betegséget terjesztő vérszívó. A vírusos agyvelőgyulladás elleni védőoltás sorozatot már ősszel el kell kezdeni, a Lyme-kór ellen pedig továbbra sincs vakcina. Az elmúlt napok télies időjárása nem kedvezett ugyan a kullancsoknak, de ahogy melegszik az idő, a zöld területeken megjelennek az apró vérszívók. A tavaszi napsütésben sok család indul kirándulni a környező erdőkbe, számukra rendkívül fontos a kullancs elleni védekezés. Jó tudni, hogy az atkák nem csak az aljnövényzetből, hanem másfél-két méteres magasságból is támadhatnak. A legegyszerűbb mondjuk azt, hogy az öltözködés, hogy azt mondják, hogy zárt cipő, zokniba belehúzni a nadrágot, és akkor megnézni azt, hogy most volt-e rajtunk kullancs, vagy nem. Ugye a kullancsok azok egy lassan mászó élőlények, és lassan közelítik meg azt a testrészt, ahova beszoktak férkőzni. Ez főleg ilyen hajlatokban, fültövében, a haj közé, tehát a puhább részekre próbálnak menni. A kullancs csípés ellen nem csak megfelelő ruházattal, hanem különféle riasztószerekkel is lehet védekezni. Ha pedig valaki kullancsot talál magában, akkor a gyógyszertárakban kapható kullancseltávolító kanállal vagy csipesszel lehet a leghatékonyabban eltávolítani. Az atkák több betegséget is terjesztenek, ezek közül a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór a legveszélyesebb. Az agyvelőgyulladásra létezik már védőoltás, ezt azonban időben kell kérni a házi orvostól a megfelelő védettség kialakulásának érdekében. A védőoltás az egy nagyon fontos dolog, a védőoltást időben kell elkezdeni. Október-november hónapban már érdemes beadatni gyermekeknek vagy felnőtteknek egyaránt, mert a védettséghez egy bizonyos idő kell. Az első oltás után egy-három hónappal jön a második oltás, majd kb. 9-12 hónap múlva a harmadik oltást, majd utána kell emlékeztető oltás,
egy 3 év múlva, és később majd a háziorvos megmondja ilyetkortól függően, hogy 3 évenként vagy 5 évenként kell. A Lyme-kór ellen egyelőre nincs védőoltás, ezt a betegséget kialakulása után antibiotikummal tudják kezelni. Fontos, hogy ha valaki kullancsot talál magában, és utána influenza-szerű tüneteket észlel, mindenképpen keresse fel a háziorvosát. Kirándulások vagy hosszabb szabadban tartózkodás után érdemes átvizsgálni magunkat, hiszen az időben eltávolított kullancs kisebb eséllyel okoz fertőzést. Több száz motorcsoda lepte el tegnap a Kanizsa plázát és környékét. A Koppányklub családi napján ritkaságokat, veteránokat és épített kétkerekűeket láthattak az érdeklődők. Az egésznapos rendezvény célja az volt, hogy az emberek megismerjék a motorosokat, valamint hogy az aszfalt szerelmesei megbeszéljék az idei év legfontosabb teendőit. Európa több országát is átszelte már, ez az 1981-ben gyártott 250 köbcentis MZ motor. Ilyen és ehhez hasonló ritkaságokat is láthatott az, aki ellátogatott a Koppány motorosok családi napjára. A családokat, gyerekeket tudjuk egy kicsit közelebb húzni a magához a motorozáshoz, mint szellemiségéhez, de ezen kerül belül természetesen magához a biciklizéshez, magához a közbiztonsághoz. Rengeteg olyan dolgot szerettünk volna nekik megmutatni, hogy ez mennyi minden mással is jár együtt, mint amit csak a filmekből hallanak meg látnak az emberek. A motoros napra több kiállítót is meghívtak a szervezők, így vásárolni is lehetett különböző szerszámokat, kiegészítőket. A több száz motoros azért is tartotta fontosnak az összejövetelt, mert itt mindent meg tudtak beszélni egymással. Rengeteg technikai megbeszélésünk van ilyenkor, ki hogyan mit alakított a motorján, mennyi munkaereje van benne, elképzelések, stb. Éves terveket megbeszélünk ilyenkor, ki merre jár, eseményeket meg tudunk beszélni. Meg jó ilyenkor összejönni. Szerencsére jó időnk volt most. A találkozón díjazták azokat, akiknek a kétkerekűje a legtöbb szavazatot kapta a motorszépség versenyen. Emellett pedig a gyermekrajzok legjobbjait is jutalmazták a szervezők. Évente több millió forintot költ a Szilágyi család gyermekei versenyeztetésére. Két fiúk, Krisztián és Milán évek óta a motorozás megszállottjai. A még általános iskolás fiatalok már most szép eredményeket érnek el a gyorsulási versenyeken, ám hobbiuk nem éppen olcsó mulatság. A család most szponzorokat keres, hogy gyermekeik még hatékonyabban fejlődhessenek. Még csak második osztályosok a Szilágyi ikrek, de már olyan magabiztosan ülnek a motoron, mint egy felnőtt versenyző. A fiatalok pár éve Talmácsi Gábor csapatánál kezdték el tanulni a sportág alapjait, jelenleg pedig a H-Moto team tagjai. A versenyzőket édesapjuk is edzi hetente több alkalommal. A fiatalok ezen a tanulópályán leginkább a technikákat sajátíthatják el. Itt a tesómmal gyakorlom a rajtot, meg hogy a szituációt, mikor előz, meg a kanyarokban a hogy fordítsam a fejemet, meg mennyire dőljek el, mennyire döntsem a motort. Milán és Krisztián emellett hazai és külföldi versenypályákon is gyakorol. Voltunk Spanyolországba edzeni, ott nagyon jó volt az időm is, nagyon sokat tanultam is, és jövő pénteken Szlovákiában lesz a verseny, és remélem bekerülök az első 3-ba, de szerintem másodikként vagy harmadikként fogok beérni. Az ikrek versenyeztetése már ilyen fiatal korban sem olcsó. A ruhájuk darabja 160 ezer forintba kerül, a versenysisak ugyanennyibe, a kesztyű és a csizma pedig egyenként összesen több mint 100 ezer forintba. Mindenképpen próbáljuk ezt észszerű keretek között megoldani. Szerintem egy szülőnek az a feladata, hogyha a gyerekének céljai vannak, olyan céljai, amik megvalósíthatók, abba támogatnia kell. De nem szabad átesni arra az oldalra, hogy tehát, hogy a mindennapi, hétköznapi életbe is ez már beleszóljon. A család egyik nagy álma, hogy a közeljövőben szponzorokat találjon gyermekei versenyeztetéséhez, ezáltal ugyanis a fiatalok hatékonyabban fejlődhetnek. Erre egyébként minden esélyük megvan, hiszen Krisztián és Milán már most jó eredményeket hoz. Az igazi visszajelzést azonban a hamarosan induló bajnokságtól várják. Találkozóra hívta a Szepet neki ne felejtsd dalkör ezen a hétvégén a barátait. Több nagykanizsai és környékbeli kórus tett eleget a felkérésnek, mint ahogyan a köszöntőkben is elhangzott, az együttlét öröméért és a dalok szeretete miatt. Összekönt bennünket az éneklés, táncolás iránti érdeklődés. A 13 év során hány új dalt hallottunk, és tanulhattunk meg,
hány tánclépést sajátíthattunk el, hány elismerést köszönhettünk meg, talán megszámolni sem lehet. De ami ennél is fontosabb, hogy barátságot köttettünk. A májusban esedékes idősügyi programokról, mint például a Senior Sakkbajnokságról, a Seniorok Akadémiáról és az Idősek Majálisáról is tanácskoztak pénteken a Nagykanizsai Idősügyi Tanács klubjainak képviselői. A résztvevő szervezetek küldötteit emellett tájékoztatták egy nemrég megjelent pályázati lehetőségről is. Megjelent egy EFOP-os pályázat, aminek a révén egy egyházközséggel, Kanizsai egyházközséggel összefogva, 3-4 fő tevékenységre, döntően a idősekre, mint célcsoportra fókuszálva szeretnénk beadni egy 3 éves projektre vonatkozó pályázatot, és ennek az első megbeszélése lesz ma. Illetve ezen kívül még ugye szó esik majd az idősi tanácsnak az elmúlt héten hozott döntéséről, konkrétan az idősi klubok 2017 évi támogatásának ügyéről. Most fontosabb híreinket nézzük újra röviden. Szenzációs szereplés. Molnár Flóra 3 arannyal és 1 bronzzal zárt. A fagy megtizedelte a leendő termést, a gyümölcsösökben jelentős a kár. Kullancsveszély. Zala továbbra is az egyik legfertőzöttebb megye. A hét utolsó híradóját látták a Kanizsa TV-ben, munkatársaim nevében is köszönöm egész heti figyelmüket. Híradó természetesen holnap is minden nap 6 órakor. További szép estét kívánok, viszontlátásra!